Hello mindenkinek, engem Anikónak hívnak. Üdvözöllek titeket a csatornámon. Ma is nagyon finomat készítünk veletek, méghozzá egy krémi félszigeti tatár receptet fogunk elkészíteni, és ez nem más, mint a cseborek. Nem tudom, hogy magyarul van elnevezése, én csak húsos táskámnak nevezném. Biztos vagyok benne, hogy ha kipróbáljátok, akkor nektek is tetszeni fog. De ne húzzuk tovább az időt, kezdjünk is hozzá. Először is egy pohárba forralt vizet öntünk, majd hozzáadjuk a sót és a növényi olajat, és ezt jól elkeverjük. Követően a vizet a liszthez adjuk, és óvatosan, először kanállal, mert nagyon forró a tésztánk, összekeverjük. Majd ezután a kezünket használjuk, hogy jól begyúrjuk a tésztánkat. A pontos receptleírást az infoboxban megtaláljátok. Amikor a tésztánk kész, akkor egy műanyag zsákba helyezzük, vagy akár folpakba is belecsavarhatjuk, és 30 percig pihentetjük. Míg a tésztánk pihen, addig elkészítjük a tölteléket. A darált húshoz hagymát, sót és borsot adunk, és ezt jól összedolgozzuk. Majd lassanként hozzáadom a vizet. Vízre azért van szükség, hogy a húsos táskáink szaftosak, lédúsak legyenek. Mikor a töltelékünk kész, és a tésztánk is már megpihent, akkor hozzáállunk elkészíteni a cseburekjeinket. Először rudacskát formálok a tésztából, majd darabokra osztom. Majd ezután minden egyes darabot sodrófával elsodrok egy kör formájába. Amikor már elsodortuk szépen a tésztánkat, akkor belehelyezzük a tölteléket, de csak az egyik felére helyezzük a tésztának, mivel a másik felével majd lezárjuk. Arra is ügyeljünk, hogy ne menjünk ki teljesen a szélére, hagyjunk egy kis helyet, hogy majd le tudjuk zárni a másik tészta felével. Mikor lezárjuk a tésztát, akkor figyeljünk oda, hogy engedjük ki a levegőt a tészta alól, így nem fognak kiukadni a húsos táskáink sütés közben. Majd az ujjainkkal nyomkodjuk jól le a széleket, és hogy szépek legyenek a szélei, én egy derélvágót fogok használni, és körbevágom. De még egy módszerünk van, hogy a széleit le tudjuk szépen zárni, és szépek maradjanak, ez ha egy villát használunk. Ezt is majd láthatjátok. Most van miből választanotok, úgyhogy eldönthetitek, hogy milyen módszert használjatok, derélvágót vagy villát. Ezután egy előre melegített serpenyőbe helyezzük, amelyben már forró olaj van. Mindkét oldalát jól átsütjük, és mikor a cseburekjeink már készen vannak, akkor egy konyhai papírszalvétára helyezzük, hogy felszívja a felesleges olajat belőle. Thank you.
cseburekjeink készen is vannak. Jó étvágyat nektek hozzá! Mára ennyi, remélem, hogy ma is hasznos tudtam lenni a számotokra. Ne felejtsetek el kommentelni, írjátok meg, ha kipróbáljátok a receptet, osszátok meg másokkal is ezt a videót, így nagyon fogok örülni neki. És ne feledkezzetek el feliratkozni, megnyomni a csengőgombot, na és persze nyomni egy lájkot. Legközelebb is találkozunk veletek, addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!